Tegnap a Kiskörüc dűlőben kezdődött el a helyszíni mérés. Menedzsert keresnek a művelődés központ élére. Kevesebb mint 200 euró hiányzik a polgárőrség hőkamerájának árából. Köszöntöm nézőinket, önök a Fénytelevízió híradóját látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Zajlik a tulajdonviszony rendezése Gyergyószentmiklóson a külterületeket érintően. Mint ismert, múlt év őszén kezdte el az önkormányzat a tulajdonviszony merendezését. Ehhez közbeszerzési eljáráson nyert megbízást a Csíkszeredai Toposzerviz Kft. A 21.300 hektárnyi összkülterületből idén 13.000 hektár tulajdonviszonyát szeretnék rendezni. Jelenleg a Kiskörüc dűlőben zajlik a helyszíni mérés. Lakossági fórum keretében találkoztak a parcellázási tervek elkészítésével foglalkozó önkormányzati szakiroda, illetve a kivitelező Topo Service cég munkatársai május végén. Akkor a 86, 100, 101, 102, 105, 106, 107-es számú dűlőkben érintett terület tulajdonosokat és használókat várták találkozóra. A fórumon kérdőívet kellett az érintetteknek kitölteni, akinek ez a helyszínen nem állt módjában, az a későbbiekben juttathatta el a városházára az iratot. A fórum óta körülbelül az érintettek fele, mintegy 80 személy juttatta el a kérdőívet az önkormányzat kataszteri osztályához. A kérdőív elektronikus formában románul és magyarul egyaránt letölthető a gyergyószentmiklos.ro weboldal önkormányzat menüpontjáról elérhető parcellázási tervek alpontnál. A kitöltött kérdőívet nyomtatva személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélfogadójába lehet eljuttatni, vagy e-mailben a képernyőn feltüntetett címre. A polgármesteri hivatal munkatársai az érintetteket arra kérik, hogy mielőbb küldjék a formanyomtatványt. Időközben tegnap elkezdődtek a helyszíni mérések a 100-as számú Kiskörüc dűlőben. Az érintett tulajdonosokat és területhasználókat várták a helyszínre, hogy a méréseket Topo Service cég munkatársaival közösen végezhessék. A találkozóra több terület tulajdonos is ellátogatott, határpontokat mutattak be a cég munkatársainak és együtt járták be a területeket. A területek felparcellázását a tulajdonos és a szomszéd területek birtokosaival közösen végzi a cég. Az eredeti tulajdonos nevére történik meg majd a telekkönyvezés, abban az esetben, ha az érintett már nem él, a család többi tagja hagyatékolási eljárással kerül területet a tulajdonába helyezze. Mint ismert, a tulajdonviszony rendezése összesen 680 ezer lejbe kerül, amelyet a helyi költségvetésből finanszíroznak, ennek köszönhetően az érintett lakosság semmilyen anyagi hozzájárulással nem kell számoljon. A rendezés folyamata 3 évig eltart majd, ennek következtében kiderül, hogy melyek azok a területrészek, amelyek gazdátlanok. Ezek a város tulajdonába kerülhetnek majd be. Újabb áramkiesésről tájékoztat az Elektrika RT. A közlés értelmében június 11-én csütörtökön 9 és 15 óra között a 9-es transzformátor körzetében várható áramkiesés, a Kápolna és a Varga Katalin utca, valamint a Gyilkostó sugárút érintett szakasza a javítási munkálatok folytatása miatt. Ugyanakkor június 12-én pénteken szintén 9 és 15 óra között a 17-es transzformátor körzetében, azaz a Kavicsbánya utcában várható áramszünet. A lakók megértését és türelmét kéri a szolgáltató. Miután Pál Levente, a művelődési központ korábbi igazgatója lemondott, megüresedett a menedzseri tisztség az intézmény élén. Jelenleg Kisné Portikiré néprajzkutató, a polgármesteri hivatal kulturális referense látja el ideiglenesen ezt a funkciót. Az önkormányzat meghirdette a versenyvizsgát az állás betöltésére. A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a helyi kulturális élet összefogója és egyben motorja volt az elmúlt években, számos jelentős kezdeményezés indult Pál Levente menedzser vezetésével, melynek köszönhetően felpezsdült a város. Minden korosztály számára voltak rendezvények, és ezt a tendenciát szeretnék folytatni a jövőben is. Miután a korábbi igazgató lemondott, hogy máshol kamatoztathassa tudását, az önkormányzat kulturális referense, Kisné Portik Irén néprajzkutató foglalt el ideiglenesen ezt a tisztséget. A polgármesteri hivatal meghirdette a versenyvizsgát a művelődési központ keretén belül a menedzseri állás betöltésére. A részvételi feltételek között szerepel a román állampolgárság, felsőfokú végzettség, gazdasági, menedzseri vagy szociológia területen büntetlen előélet, illetve hogy nem tölt be más közintézményben vezetői tisztséget. A jelentkezési ügyirat csomókérést, szakmai önéletrajzot, személyi igazolvány másolatot, diplomát, az összrégiséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok, munkakönyv másolatát, erkölcsi bizonyítványt, az egészségi állapot igazolását.
Az, aki szeretné megpályázni a művelődési központ menedzseri tisztségét, az intézmény 3 éves vezetésére vonatkozó programot és fejlesztési elképzeléseket írott és elektronikus formában, román nyelven elkészítse és egy nyilatkozatot is megfogalmazzon, hogy nem tölt be vezetői állást más intézménynél. Jelentkezni az összeállított ügyirat csomóval önkormányzat székhelyén a Szabadságtér 27 szám alatt lehet június 29-éig. A képviselőház elutasította az államügyész kérését, hogy Viktor Pontá mentelmi jogát feloldva tegye lehetővé a miniszterelnök elleni teljes körű ügyészségi vizsgálat lefolytatását. Az ülésen 351 képviselő volt jelen, 231-en szavaztak a mentelmi jog megvonása és a vizsgálat megindítása ellen, még 120-an támogatták azt. Az alsóház azt követően szavazott, hogy a korrupcióellenes ügyészség bűnvádi eljárást kezdeményezett okirathamisítás, pénzmosás és adócsalásban való bűnsegédlet gyanújával, Ponta ellen korábbi ügyvédi tevékenysége miatt. A vádhatóság szerint Ponta miniszterelnökként az összeférhetetlenségi szabályokat is megsértette 3 alkalommal, amikor volt megbízóját, Dán Sová szenátort miniszteri tisztségekbe jelölte. Ez utóbbi gyanú kivizsgálásához kérte a DNE a parlament hozzájárulását. A Gyergyószentmiklósi polgárőrség munkájának hatékonyabbá tételéhez nagy szükség lenne egy éjjellátó hőkamerához, melynek megvásárlását közel 1 évvel ezelőtt tűzte ki célul a csapat. Szombaton a zöldségpiacnál szervezett újabb gyűjtés révén az utolsó méterekhez ért az akció, kis összeg hiányzik már csak a készülék árából. A polgárőrök tevékenységük során tapasztalták, hogy a fa és különböző terménytolvajok legtöbbször este indulnak körútra, és ilyenkor a legnehezebb megtalálni, azonosítani őket. Az éjszaka leple alatt is észlelhető, hogy hol van mozgás például a mezőn a hőkamera segítségével, amit régóta szeretne megvásárolni a csapat. Ez az úgynevezett éjjellátó a test melegét érzékeli, így teljes sötétségben nyílt terepen akár 1200 méterről is érzékeli, ha ember van az adott területen. A vízhatlan és ütésálló készülék csatlakoztatható videókamerához, és a képsorok is rögzíthetők. A hőkamera 5900 euróba kerül, ezt az összeget támogatásokból gyűjti a polgárőrség. Legutóbb szombaton a zöldségpiacon volt ilyen akció. A vásártérre érkezők közül sokan megálltak, érdeklődtek. Kisebb-nagyobb összeggel járultak hozzá a közösség számára is fontos célhoz. Nagyjából nagyon sikeresnek ítéljük a szombati gyűjtést. Jó volt, teljesen lelki feltöltésnek is mondhatnánk azt, hogy ezt a szándékot annyian támogatták. Tehát kimentünk a piachoz 9 órától egészen 1 óra, 1:45-ig. Az emberek folyamatosan jöttek, több-keveses pénzzel segítették ezt a szándékot, és nem titok, 1400 legyűlt össze a szombati napon. Ez számunkra egy nagy segítség. 180 euró hibázik a kamera árából, tehát öröm számunkra, és mindannyian alig várjuk, hogy most már ez meglegyen. Úgy néz ki, hogy ez a hét folyamán a kezünkbe kerül, ígéreteink vannak, és jövő hét végére a hőkamera Gyergyószentmiklóson lesz. Tehát az az elérhetetlen érték, az az elérhetetlen nagyságú 5900 euró most már megvan, és valószínűleg, hogy közösség érdekében használni is tudjuk ennek a szerszámnak, eszköznek a tulajdonságait. Tehát a remények szerint a napokban a hiányzó kevesebb, mint 200 euró is összegyűl, és akkor hamarosan megvásárolhatják a hőkamerát, és élesben is bebizonyosodhat a haszna. Havi 500 és 750 lej közötti állami támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik frissen végzetteket alkalmaznak. Az Országos Munkaerő Elhelyező Ügynökség közleménye szerint azok a cégek, akik meghatározatlan időre alkalmaznak végzősöket, 12 hónapon keresztül részesülhetnek támogatásban. A szakiskolák végzősei után havi 500 lejes juttatást, az elméleti középiskolát és posztliciális képzést elvégzők után 600 lejt, az egyetemi vagy a magasabb képzettséggel rendelkezők után pedig havi 750 lejt fizet az állam. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy olyan fiatalokat kell alkalmazniuk, akik be voltak jelentkezve valamelyik megyei munkaerő elhelyező ügynökséghez álláskeresőként. A cégek az ügynökségekkel kell szerződést kössenek, és legkevesebb 18 hónapig fenn kell tartsák a munkaviszonyt. A megyei és regionális fakitermelő és fafeldolgozó ipar helyzete címmel készített jelentést Hargita megye tanácsa. Ezt mutatták be sajtótájékoztatón az elmúlt napokban a Csíkszeredai megyeházán. Ennek tartalmi lényege az lenne, hogy helyben dolgozzák fel a kis és közepes fafeldolgozók a kitermelt erdőket. Borbój Csaba, a megyei tanácselnöke a jelentés bemutatóján elöljáróban elmondta, hogy az általa vezetett intézmény 2009 óta foglalkozik a kérdéssel,
és mivel a jogi lehetőségei korlátozottak, a Robinwood Plus nevű uniós pályázat révén gyűjtött tapasztalatokat, amelyek alapján további lépéseket tett. 2010 elejétől tehát több munkatárs csak ezzel a témával foglalkozott, és rengeteg egyeztetést, fórumot szervezett erdőtulajdonosokkal, közbirtokosságokkal és erdészetekkel, aminek nyomán faipari klaszter alakult és erdészeti faipari tanácsadó testületet hoztak létre. Borbély Csaba kiemelte Bajkó Tibornak, a Gyergyói Árbor Vállalkozók Szövetsége elnökségi tagjának szerepét is, akit az ügy zászlóvivőjének nevezett. A projekt alapján az első következtetés, amit levontak, az volt, hogy térségünkben a fából való hagyományos építkezést kell ösztönözni, illetve a termékgyártásra kell fókuszálniuk a kis és közepes fafeldolgozóknak. Nagyon jól tudjuk, hogy az üzemtermszerűen 100 éves korában a fát azt le kell vágni, hanem megbetegíti a többit is. Tehát nincs szó arról, hogy meg kell állítani. Ez az őseink is ebben a megyében, ebben a térségben a fafeldolgozásból éltek meg, de tudatos fafeldolgozásból. És a tudatosság azt kell jelentse a mai időben, hogy úgy szinte nem, becsomagolva ne adjuk el az erdőt, hanem dolgozzuk fel. Az elöljáró kitért a Régiók Bizottsága raportőreként készített jelentésére is, amelyben szintén a fából való építkezést szorgalmazta, és a dokumentumot figyelembe veszik az EU-s jogszabályok alkotásakor. Hangsúlyozta, azért is fontos a fa helyben való feldolgozása, mert a faanyag szállítása is károsíthatja a környezetet. Borbély Csaba ez alkalommal bejelentette, hogy támogatják az 1991/51-es számú nemzetbiztonsági törvény módosítását, amely szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentene az illegális fakitermelés egy hektárnál nagyobb területen, illetve az adott erdő faállományának az üzemtervben meghatározottakhoz képest 50%-kal nagyobb mértékben való kitermelése. Ez a törvénymódosító kezdeményezés ebben nagy segítségre lenne, hisz látszott az, hogy nem mindegy, hogy 500 köbméter fából vagy 600 köbméter fából marad meg egy munkahely, vagy ennek többszörösét elviszi egy akár multinacionális cég komoly technikával, komoly felszerelése. Úgyhogy igazából szeretnénk legalább 2350 munkahelynek a megőrzéséért tenni. Hargita megyében ennyi van veszélyben, de szerintem, sejtéseim szerint ennél sokkal többről van szó, hisz ha megemeledik jóval a felvásárlási ár, akkor még több ezer munkahely van veszélyben, márpedig Hargita megyében a legtöbb helyi települési hivatalos munkahely a fának a megmunkálásából van, és ez mindenhol, tehát nem csak a nagyvárosokban, hanem a legkisebb településeken is jellemző. Dobos Erika, a megyei tanács elemző csoportjának vezetője bemutatta a jelentést, amelyet elküldtek a romániai megyei tanácsok országos szövetségének, annak alátámasztásául, hogy miért támogatják a nemzetbiztonsági törvény módosítását. A dokumentum az Országos Statisztikai Intézet, a Központi Fejlesztési Régió Egyesületének, a Gyergyószentmiklósi Árbor Vállalkozók Szövetsége és Hargita megye tanácsa adataira támaszkodik. Egy hipotetikus esetből kiindulva azt vizsgálták, milyen hatással lenne Hargita megye gazdaságára, ha egy multinacionális fafeldolgozó cég létesítene munkapontot a területén vagy a szomszédságában. A következtetés szerint, bár sok esetben egy multinacionális cég megjelenése egy helyi vagy regionális piacon kedvező hatással van a térség gazdaságára, a családi, illetve közepes vállalkozások számára nem örömhír. Optimális esetben ezek a befektetők munkahelyeket teremtenek, és a térség munkaerőpiacáról alkalmazzák a szükséges személyzetet, anélkül, hogy más munkahelyeket szüntetnének meg abban az ágazatban, amelyben tevékenykednek, de egy gyengébb vásárló erővel rendelkező, rurális jellegű megyében ez nem feltétlenül van így. Az elemzés azt állapítja meg, hogy egy külföldi nagybefektető megjelenése akár több mint 2300 munkahely megszűnésével is járhat az ágazatban Hargita megyében. Továbbá több vállalkozás jövedelmezését is alááshatja, a munkalehetőségek mellett egész vállalkozásokat szüntetve meg. Hargita megye tanácsa a középtávú gazdaságfejlesztési stratégiájának harmadik számú fenntartható erdőgazdálkodás versenyképes megyei faipar című prioritása értelmében a jelentés készítői a következőket javasolják. A fenntarthatóság és a versenyképesség megvalósulásának érdekében a helyi cégeknek a kitermelt faanyagot magas feldolgozottságú végtermékként kell értékesíteniük, mivel ez egyrészt munkahelyeket teremt a megyében, másrészt többletjövedelmet jelent az érintett gazdasági szereplők számára, tehát a hangsúly nem a kitermelésen, hanem a megyei kis- és középvállalkozások termékgyártásán kell, hogy legyen. Továbbá törekedni kell arra, hogy a helyi faanyagot helyi cégek, helyi szakemberekkel dolgozzák fel.
A megye polgármestereivel egyeztettek az elmúlt napokban a megyeházán. A találkozón több mindenről szó esett, többek között arról is, hogy előnyösebb áron kaphatnak áramszolgáltatást a polgármesteri hivatalok. A tulajdonjogok tisztázása, ápia támogatások, energiatakarékossági kérdések és hasonló témák megbeszélésének céljával szervezett megbeszélést a megye polgármestereivel, Hargita megye tanácsa és az alintézményeként működő Hargita megyei energiatakarékossági közszolgálat Csíkszeredában. A megbeszélésen a polgármestereken kívül részt vett Borboly Csaba tanácselnök, Andrei Zsán Adrián prefektus, Korodi Attila és Moldován József parlamenti képviselő, Barti Tihamir a megyei tanács alelnöke, Szabó Barna megyemenedzser és Bíró Barna Botond megyei tanácsos is. Borboly Csaba köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a témaköröket a polgármesterek javaslatára állították össze, annak érdekében, hogy valós javaslatok, megoldások szülessenek az aktuális problémákra. Azt gondolom, a megyénk életében nagyon sok olyan időszerű probléma, amit jó együtt kibeszélni. Egyik legfontosabb probléma, amivel küzdködnek a polgármesterek, az a földek visszaszolgáltatása, a tulajdonjognak a tisztázása, nagyon áttekinthetetlen és nehezen alkalmazható, körülményes, elburjánzó szabályozás mentén szinte lehetetlen a birtokleveleknek a kibocsátása is. Ezügyben a kataszteri hivatal és a prefektusnak a segítségét kérték, és ennek az ügynek az érdekében már volt egy párbeszéd. A másik ugyancsak időszerű kérdés az az uniós földalapú támogatásoknak az ügye. Látszik, hogy éjjel-nappal dolgozva a polgármesteri hivatal, az ÁPIA munkatársai hétvégén is szinte 24 órás munkában képtelenek feldolgozni minden igénylést, és most már lassan érünk oda, hogy büntetések kerülhetnek kiszabásra. Abban maradtunk, és ebben volt partner a prefektus, hogy közös levélben, tehát a prefektus és jó magam fordulunk a kormányhoz, hogy a büntetési időszakot toljuk el, vagy kérjük, hogy tolják el, hogy Hargita megyében is azok, akik komoly pénzeket kaphatnak ebből a támogatási formából, tudják az igényléseiket letenni. Azon kívül beszéltünk az útjainkról, a karbantartásról, beszélgettünk turisztikai projektekről, beszélgettünk a megyei hulladékgazdálkodási projektről, beszélgettünk hát azokról a további időszerű gondokról és problémákról, amit jó, hogyha együtt közös nevezőre hozunk, főképpen ami a megyei tanács pénzeit illeti, hisz szeretnénk az iskolák, óvodák sürgős beavatkozásaira a Kaláka program keretében forrásokat biztosítani. Pénzt tettünk félre, de sajnos a törvényeink mentén nagyon nehézkes ezt eljuttatni célba, oda, ahol nagy szükség van rá. Ezért is kértük, hogy jöjjön el a prefektus, hogy keressük együtt a megoldást a polgármesterekkel, a megyei tanács a félretett pénzből segíthesse a helyi költségvetéseket, mert előre nagyon nehezen zajlik, történik ez a folyamat is. És hát én bízom benne, hogy mindenki a további kérdéseire is a mai nap folyamán kapott választ, amit elhozott magával. Első napi rendi pont a megyei tanács tartalék alapjából való igénylések átbeszélése volt. Bika Zsánuvászi Le a megyei tanács vezérigazgatója esetenként tisztázta az igényeket, sürgős beavatkozási kéréseket. Mint elhangzott, a települések EU-s projektjeinek önrészének fedezése, tanügyi intézmények biztonságának biztosítására, illetve természeti katasztrófák hatásainak enyhítésére igényelhető támogatás a megyei tanács tartalék alapjából abban az esetben, ha az illető településnek nincs megfelelő alapja az illető beruházásokra. A területalapú támogatásokat ismertette Haszki András, a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője. A polgármesterek felvetették azt a problémát, hogy az APIA támogatások idei rendszere rossz, nagyon leterheli a polgármesteri hivatalokat, amelyek bár felelősségük csak a kérelmező gazdáknak szükséges igazolások kibocsátására korlátozódik, vállalják az iratcsomók összeállítását, amelyet a gazdáknak személyesen kell benyújtaniuk a kifizetési ügynökségen. Szó esett továbbá az ismét nagy gondokat okozó vadakról is. Vadkárok mindig is léteznek, és létezik fognak, csak a mértéke számít. Ugye tavaly indultunk egy medveprogramot, a Nisziromán fejezte be, aztán kiderültek tavaszra, hogy a tavaly évben az erdészeti felügyelőség által begyűjtött dossziék a kifizetésekre azonnal csak egy részét oldották meg, úgyhogy tavaly évben, ami kiment ugye az én időmben, az volt a 2011-12-13-14-nek az eleje, többivel nem foglalkoztak. Ezért tavasszal volt ebből egy elég, tavasszal most már, hogy májusra gondolok, volt egy elég komoly
nézeteltérésünk a minisztériummal, Táncsikban a kolléga ugye interpellált, most az önkormányzati vezetőkkel együtt egy petícióba fordulunk a minisztériumhoz, és alapvetően meg azt nézzük, hogy lehet-e törvényben olyan módosításokat eszközölnünk, amivel ezt ki tudjuk mozdítani a holdpontról, mert én amit láttam a miniszterségem alatt, legfőképpen ez a Környezetvédelmi Minisztérium módszertanában, hogyan jár el a belső rendelkezések kormányhatárlatok szintjén, meg kellene jól működjön. Ezért nagyon nehéz törvényre megközelíteni, ha kell ezt is megpróbáljuk, csak azért, hogy már mozítsuk ki ebből a lehetetlen állapotból, hogy egy-egy ember, aki nem ért a meg a kérdéshez, és a mostani minisztérium vezetője éppen ilyen helyzetben hozza ismét a gazdákat. Barabás Csaba, az energiatakarékossági közszolgálat vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elindítottak egy programot, amelynek célja a polgármesteri hivatalok elősegítése abban, hogy olcsóbban tudják beszerezni az elektromos áramot, ugyanis mivel nagyfogyasztóknak minősülnek, árubőrzin meg tudják versenyeztetni a szolgáltatást, így olcsóbb áron tudják leszerződni az elektromos áramot. Második helyen végzett, ezüst érmet szerzett Novák Károly Eduard az olaszországi Maniágóban a parakerékpáros világkupán. Novák két országúti versenyszámban indult, az egyéni időfutamban a hatodik, a mezőnyversenyben pedig a második lett. Ez a nyár kedvezőnek ígérkezik, hiszen már a május meleg, napos időjárást hozott, és időnként eső is frissítette a levegőt és a termőföldet. A következő két hétben is melegebb lesz, mint ahogyan megszokhattuk, és alkalmanként záporra is lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Ügynökség kiadta a következő két hétre szóló előrejelzését. A meleg időjárás kedvelőinek jó hír, hogy ebben az időszakban a megszokotthoz képest nyáriasabb lesz a hőmérséklet. Erdély területén is a következő napokban 26-29 Celsius fok várható, sőt, hétvégén ennél is melegebb lesz, míg éjszaka a hőmérséklet átlagos értéke 10-14 fok között váltakozik. Záporokra június 10-11-én délután, illetve jövő hétfőn és kedden lehet számítani. A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramaros környékén ennél is nagyobb lesz a hőség. A nappali átlaghőmérséklet meghaladja a 30 Celsius fokot, hétvégén pedig ugyancsak tetőfokára hág a kánikula. Éjszaka 14-17 fok várható a meteorológusok előrejelzése szerint, június 16-18-a között pedig esőre, zivatarokra lehet számítani. Csupán június 21-e körüli napokban várható enyhe lehűlés, de az átlaghőmérséklet így is magasabb lesz a megszokottnál. Mivel június 8-án Medár napján nem esett az eső, nem kell attól tartsunk, hogy 40 napig érkezik a csapadékos égi áldás. A munkaügyi felügyelőség felhívta a figyelmet, hogy akár 2500 lejes bírságot is kaphatnak azok a munkáltatók, akik nem tartják be a kánikula idejére vonatkozó előírásokat. A zárt térben dolgozóknak biztosítani kell a megfelelő levegőztetést és a szükséges mennyiségű ivóvizet. A szabadtéren tevékenykedőknek időnként szünetet kell biztosítani, amikor árnyékos helyre vonulhatnak. Ezek voltak már a híreink, hamarosan a Látogató magazin következik. Kellemes időtöltést a holnapi viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura Szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.